Egy facsemete ültetésével kezdték a Czakó Gábor Csaba emlékestet. A 8 boldogság fái közül a platánfa jelképezi a boldogok, a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Egy fa csemetét kívánunk elültetni az írónak az emlékére a faluház melletti kertben. Czakó Gáborról személyesen olyan emlékeim vannak, gyerekként a családja, ő maga, illetve a bátyja, Czakó Sándor, édesapámnak nagyon jó barátai voltak, és nagyon szoros baráti kapcsolatot ápoltak. Ugye az író úr Csaba ebben az időben már nem Decsen élt, hanem Budapesten, viszont nagyon sűrűn látogatta a testvérét, Sanyi bácsit, és ezekkor a családi látogatások alkalmával mindig átjöttek a szüleimhez, és édesapámmal szoktak pingpongozni például a szutarimba, illetve megvitatták az élet ügyes-bajos dolgait. Ami még eszembe jutott, hogy gyermekkoromban kaptunk őle kettő könyvet, és ezt édesanyám most adta a kezembe. Azt mondja, az egyiknek az a címe, hogy a Sárkány mocsár ura, a másik pedig Eufémia. Az első könyvbe dedikálta is a család részére, és azt írta, hogy Heberlingéknek, Terikének és Imrének, de kivált kép az aprajának, szeretettel Czakó Gábor Csaba. Ez volt 1989. február 4-én. A második könyvet, azt így van, azt 5 évvel előtte, 1984 húsvétjában édesapám nevére dedikálta Heberling Imrének, szeretettel Czakó Gábor Csaba. Úgyhogy annyit tudok elmondani személyesen, hogy a testvére Sanyi bácsi nagyon jó barátom volt, nagyon sokat segített a pályafutásom megindulásakor, nagyon sokat beszélgettem vele, sokban iparkodott egyengetni a pályámat. Gáborral kapcsolatosan pedig annyit tudtam, hogy ő egy író, nagyon nagy országos hírnévre tett szert, és nagy tisztelettel voltunk mindig a munkássága iránt a családom részéről. Megkerestük a családját, a feleségét, Czakóné Simon Évát. Szerettük volna, ha a család is itt részt vesz ezen a megemlékezésen, viszont a kedves felesége annyit mondott, hogy érzelmi okokra hivatkozva nem dolgozta még fel a család, a gyermekei, az unokák ezt a halálesetet, és nem tudnák a lélek jelenlétükkel ezt az eseményt végigállni. Úgyhogy annyiban egyeztünk meg, hogy az író úrnak szeptemberben lesz a születésnapja, és a születésnapja alkalmából a család akkori házának a falára fogunk egy emléktáblát felavatni, és erre a megemlékezésre viszont már nagyon szívesen el fognak jönni. Az emlékesnek az ötlete is a fejemben nyilvánvalóan a haláleset kapcsán megfogalmazódott, illetve Decsi Kis János, aki a településünk szülötte és szintén képzőművész, újságíró, a Magyar Kultúra lovagja és meg annyi cím birtokosa. Ő van a segítségemre abban, hogy Czakó Gábornak az életútjával kapcsolatosan és a munkásságával kapcsolatosan búvárkodjunk a történelmi részletekben, és ezzel kapcsolatban mindenféle olyan eseményre rávilágítsunk, amit érdemes a művész úr emlékeképpen megemlíteni. Hát ez az esemény, ez gyakorlatilag a decsi lakosság részére lett megrendezve, mivel hogy a művész úr Budapesten fejtette ki munkájának a nagy részét, ezért budapesti művészeket ide nem hívtunk. Én azt gondolom, hogy arra talán a budapesti megfelelő fórum hivatott, hogy ott ennek megfelelő ünnepséget vagy megemlékezést tartson, mi a decsi és a decs környéki emberekre és a lakókra koncentráltunk, akik itt ismerték őket. Az estet Eppel Kata és Nemes András szívhez szóló produkciói tették egy igazán méltó megemlékezéshez. Reményék Sándor, mi mindig búcsúzunk. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk. Az égő reggel, a napparta este. A színektől, ha szürke volt a reggel. A csöndtől, mikor hangzavartak fel, a hangtól, mikor csendben halkul el.
minden szótól, amit kimond a szám. A rendszerváltástól kezdve sok éven keresztül szerkesztette és vezette a Duna Televízió Beavatás című műsorát, melyből a Himnusz Tanácsa című epizódot nézték meg az egybegyűltek. A mi himnuszunk különös kivétele, visszatér is az eredethez. Szent Ágoston meghatározása szerint himnusznak mondják az Isten dicséretét énekben. A miénk ilyen, se kórusmű, se nem induló, hanem imádság. Idén, szeptember 14-én fogják ünnepélyes keretek között Decsen a szülői házán elhelyezni Czakó Gábor Csaba emlékét őrző táblát.